Tavaly októberben adták át Fényes Litke szomszédságában Közép-Kelet-Európa legnagyobb és legmodernebb vasúti átrakóját. Idén egy más jellegű, de szintén jelentős léptékű beruházás ért véget a településen. Májusban avatták fel a 340 millió forintból felépített két csoportszobás bölcsődét. Mindeközben pedig azon is dolgoztak a községben, hogy hatékonyan kezelni tudják a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot. Erre csaknem 800 millió forintot fordíthatott az önkormányzat Európai Uniós forrásból. Ez két pályázatból tudtuk megoldani, ez a terület és településfejlesztési operatív program keretén belül valósulhatott meg, mely pályázatokat 2020-ba tudtuk beadni, a döntés pedig megszületett 2021-be, amit egy hosszas közbeszerzési eljárás követett. Itt viszont egy olyan kivitelező céget tudtunk találni, Kevisz 21 ZRT-t, aki egy rövid idő belül meg tudta valósítani ezt a beruházást. Méretét tekintve ez egy olyan 765 millió forintos beruházás, ez a két pályázat együtt. Fényes Litkén régóta tervezték a település belvízelvezető hálózatának fejlesztését. A projekteknek köszönhetően 10 utcában oldották meg a korábban jelentkező problémákat. Sőt, egy rövidesen induló új projektnek köszönhetően még hatékonyabb lehet a rendszer. Ez egy hatalmas lépték. Ezt úgy veszük, ez 10 utcát jelent itt Fényes Litkén, ami igazából a településnek majdnem a felét lefedi, és itt tudott megújulni ez a rendszer. És ha tovább folytatom, hogy tovább gondoljuk, hogy milyen beruházások lesznek még itt Fényes Litkén, van egy nyertes pályázatunk egyébként kerékpáros útra, aminek a nyomvonala mentén ismételten meg fog valósulni a csapadékvíz elvezető rendszernek a megfelújítása, megújítása. Úgyhogy ha úgy gondoljuk, ezt így végig gondoljuk, akkor Fényes Litke életében a csapadékvíz elvezető rendszer 100%-osan és jól fog tudni működni a közeljövőben. A projekt nem csak az új rendszer kiépítését tartalmazta, a pályázatok keretében szemléletformáló előadásokat és rajzpályázatot is hirdettek a helyi gyermekek számára az esővíz hatékony felhasználásának témájában.